A pályázás lépései a következők lesznek. A beérkezett pályaművek két elbírálási fordulónak lesznek alávetve. Előbb a szakmai zsűri, majd az értett csapata értékeli a beérkező pályaműveket, valamint a mögöttük álló diákokat. A jelentkezési pályamunka értékelését egy több tagból álló, különböző szakterületekkel rendelkező, a Makutac csapata által felkért szakmai zsűri végzi. A beküldött pályamunka szakmai értékelését követően egy személyes interjúra kerül sor, amelyen minden szekcióból a legnagyobb pontszámot elért 5-7 diák vesz részt. Az interjú online körülmények között zajlik, és a legnagyobb pontszámot elért pályamunkákat elbíráló zsűritagok vezetik. Az interjúk végeztével minden szekcióból a három legjobban teljesítő diák nyeri el a Makutac ösztöndíjat. Az elbírálási folyamat végeztével december közepén várható az eredményhirdetés, ahol hivatalos formában értesítünk minden kiválasztott diákot. Ezt követően a kiválasztott pályaművek írói 5 hónapig ösztöndíjszerű havi támogatásban részesülnek. Ebben a periódusban minden kiválasztott pályázónak havi beszámolót kell küldenie az általa végzett munkáról. A pályaművek kidolgozását követően megközelítőleg május közepe körül kerül megszervezésre a záró esemény, amely egy döntőnek ad helyet. Itt a három szekción belül kiválasztott diákok egy végső verseny keretein belül mutathatják be munkájukat. A végső díjazás az elért eredményeknek megfelelően történik anyagi és egyéb támogatások formájában, lehetőséget nyújtva ezáltal a diákoknak a további fejlődésre. A díjakkal kapcsolatban továbbá fontos megemlíteni, hogy a Makutac ösztöndíj a Gedeon Richter jóvoltából valósulhat meg. Mindhárom szekcióban 3 személy kerül díjazásra, így a Makutac pályázat során összesen 9 ösztöndíj kerül kiosztásra. Ezek egyéni értéke 600 euró, amely a pályázat elnyerését követően havi részletekben kerül utalásra. Emellett az Erdélyi Magyar Innovációs Műhely jóvoltából kiosztásra kerül egy 100 euró értékű innovációs díj, amelyet további mentorálás is követ. Mindezek mellett a májusban megszervezésre kerülő bemutató esemény díjazottjai további jutalmazásban részesülnek a következő módon. Az első helyezett 300 euróval távozhat, a második helyezett 200 eurót kap, míg a harmadik helyezett 100 euróban részesül. A Makutac ösztöndíj ugyanakkor nem csak pénzbeli jutalmat von maga után. Az ösztöndíjat elnyerő diákok a tudományos munkájuk pénzbeli és eszmei támogatása mellett lehetőségük nyílik képződni és tanulni, valamint útmutatásban részesülni kutatásuk tekintetében. Sok sikert kívánunk mindenkinek!